Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma december 14-én egy kirakással. Ma egy újhold van és portálkapu nyílik, valamint napfogyatkozás. Mi vár te rád a szerelemben, mi vár te rád a lélektárs ikellán kapcsolatban? Én kihúztam a kártyákat szintén az újholdra, de mielőtt ezt persze a kártyákat keverni fogom, a nyereményt kapja a 11. advent kapu az Edina sípos. És mivel egy pár napig nem készítettem videót, most a 14. napra egy szívecskét húzok, hogyha megosztod a videómat, ha kommentolod és ha feliratkozol a csatornámra, részt veszel ezen a sorsláson. Nézd, neked szintén a fehér kő jött ki ezen a csatornán. Tényleg nagyon sok fehér kő is kijött. A hegyi kristály, szívecske. És remélem ez tetszik neked. Iratkozz fel, az Edina sípos pedig írjon nekem egy e-mailt, az e-mailt megtalálod a weboldalamon. Mielőtt persze a kártyát keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed és küldd el gondolatban, amit tudni szeretni. Hogy stabilitásba jöjjél, hogy ezt a napot arra használd, hogy ne zökkenj ki, megbízásba maradj, stabilitásba maradj. Hogy oda néz az érzéseidre, hogy ezeket az érzéseket is gyógyítsad, hogy felismerjed. Itt látszik, hogy az életerőt belegyél kívülről. Ez tényleg régi témák nálad, vonulj vissza, és vagy beszélj valakiről róla, hogyha félelmeid vannak, hogy elveszted a talajt, például a talpad alatt. Vagy hogyha olyan bizonytalannak érzed magad. Tényleg a mai napon nagyon erősek fognak az energiák lenni. Lehet, hogy már érezted szintén a napokban. Húzódj vissza, mert egy új kezdet fog itt a szerelembe is szintén elindulni, beindulni te neked. Most kirakjuk a kártyákat. Kirakjuk a kártyákat, és örülök, hogy velem tartotok, ne haragudjatok, hogyha nem érkezek, tényleg nagyon-nagyon sok a munkám, de hogyha követtek, jönni fognak videók, de nem ígérem minden nap, tényleg nagyon sok van karácsony előtt, szintén a Raunechtenegi Kreis, azt németül úgy mondják, ez is egy ilyen különleges időszak, amikor december 24-től a három királyok napjáig minden nap figyeljük, hogy milyenek az energiák, és erre is én egy energiakísérletet kínálok szintén, de nem érkezek magyarul tényleg. Én ezért választottam ezt az utat, hogy videóként segítsek nektek, nem érkezek tényleg németül. Felírtam a weboldalomra, lehet, hogyha aki tényleg még érdekel, van még két hely bejelentkező, de magyarul nem tudom keverni, mert egyszerűen nagyon sok időbe telik, szóval, hogyha Németországban élsz, vagy a német nyelvet használod, részt vehetsz szívesen rajta, bejelentkezhetsz. Itt vagy te, mint ahogy látom, itt vagy, nem vagy elég az erődben, mai nap úgy érzed, lehet, hogy fáradt vagy magadat, tudatosodik benned, hogy ez is egy karmikus ciklus lezárás, az azt jelenti, hogy valami véget ér az életedben, és
Ez neked a siker, ez neked a siker, mert ez megerősít téged abban, hogy felismerd ezeket a nehézségeket, ami az életedben volt, hogy ezt el tudjad engedni. A tudatalattidban mindig jobban feljön, hogy a megérzésedre kell, hogy hallgass, ezen tudsz növekedni, ezen tudsz fejlődni. Úgy látom szintén, hogy nagyon nagy szerepet játszik a vonzó erő és az életerőd, és ez neked egy nagy önbizalom érzést is fog neked adni. Itt egy kicsi könnyek itt vannak, az azt jelenti, hogy lehet, hogy ezt nem tudod a mai napon úgy élni, hogy annyira vágysz a párod véget, vagy a párod iránt. Itt van a nagy szerencse, visszatartod kicsit ezt az érzést, és ez most neked tényleg a spirituális úton használ, hogy te fejlődj. Itt van neked a lélektársad, határozatlan. Ő igen, a szikellángot, ő a lélektársad, látom. A tudatalattiában itt van persze, hogy itt van a tudatalattiában, hogy új kezdetet szeretne, de ő is visszavonul. Ő nagyon visszavonul, ez egy régi ilyen viselkedési mód, hogy visszavonul, nem tud beszélni, de fog irányadba, vagy tervezi, hogy irányadba valami váratlan örömmel téged meg fog lepni. Lehet, hogy karácsonyra fog neked írni, vagy fog szép karácsonyt neked kívánni. Hogy is megy közöttetek tovább? Látom itt az érzések, itt vannak közöttetek, látom azt is, hogy kívülről, hogy dolgozik azon, hogy megérkezzen, de még nagyon-nagyon egóba van, hogy szeretné ezt mindent úgy ellenőrizni, kontrollálni, és fontos, hogy első megtalálja az önmagában biztonságérzést, ezt a nagy szerelmet, érzi már a szívében valamit, ezt a közelséget hozzád. Egy vonalba vagytok, itt van, hogy tényleg, hogy lesz közöttetek, lesz új kezdet, meg azt érzi, hogy tényleg veled megérkezett, meg te is azt érzed ő vele, és azt is látom itten, hogy tényleg ez egy intuitív érzés. Amit látok te nálad, szóval nálad is ez a lélektárs kapcsolat, ez téged nagyon vonz, és te ezt nagyon érzed tényleg, ez nagyon sok energiát is ad neked, harmóniát, nagyon-nagyon jó érzéseket. Ami őtet illeti, látom, hogy karmikus ez a szomorkás érzés, vagy ez a szomorú érzés is, ami itt van nála, ez karmikus, és ez mutatkozik ő nála a külső oldalon is, és te látod ezt a külső oldalán is, hogy is alakul ez az egész közöttetek. Most kiszámoljuk a kártyát, hogy mi is, hogy is fog ez az új hold kihatni te rátok. Kiszámoltuk, nézzük, milyen kártya jön te hozzád. Te rád 3-at rakunk, ő rá 2-t rakunk, valamint lesz-e közöttetek ez a meglepetés, ez a váratlan öröm, milyen spirituális fejlődések vannak, jönnek létre, és a szikellán kapcsolatba rakunk még kártyát. Megnézzük, te rád az jött ki, hogy hát ez még elég beteges, ez el fog még tartani. Te is lenyomod még az érzéseidet. Őre az jött ki, hogy igen, a beszéd kívülről alakulni fog. A szikellán kapcsolatban az jött, hogy igen, nagyon vonzó, nagyon nagy a vonzalom. A spiritualitásra az jött, hogy ez még kicsit nem, ez még tényleg fel kell oldani ezeket a
könnyeket ittem valami módon, a váratlan öröm ez még várja, vagy várva hagyja magát a váratlan öröm. No, szeretném megmondani, hogy mit mondanak a kátyák erre az új holdra. Arról van a szó, hogy szeressed önmagad, hogy erősítsd az önbizalmadat, hogy a céljaidat kitűzd, valamint, hogy kitartó legyél, és hogy várd is el, hogy a céljaid valóra váljanak, és higgyél benne. A szerelem és az erotika kijött, hogy nagy a vonzalom közöttetek, fontos az, hogy tényleg most teremts, ezen a mai napon teremts, a változatos teremt meg magadnak, és ismerd fel a dolgokat, mit kell, hogy elengedjél. A belső igazságodra hallgass, a belső igazadra hozd létre a dolgokat, hallgass a megérzésre, az intuícióra, hallgass a belső családodra, a belső érzésre, és teremts egyensúlyt az érzéseiddel, valamint menj bele ebbe bőségbe, bőérzésbe, és a férfi oldalon az jött ki, hogy igen, minden szinkron, figyelj a szinkron bejelzésekre, mert ezek nem véletlenek. Neked az jött ki, hogy ismerd fel, hogy mennyi potenciál, mennyi lehetőség van benned, és ezt a végtelen lehetőséget föl tudod ma tölteni. Ez az üzenet, valamint húzunk most még egy szívecskét, egy szívkártyát neked és a lélektársadnak, legelsőbb te neked, és egyszer legelsőbb te neked húzunk, és ő neki. Ami összeköt benneteket a titkos, hogy titokba nézitek egymás, hogy titokba ő téged nagyon jónak talál, vagy nagyon szépnek talál, vagy titok feéra, az azt jelenti, hogy, igen, hogy nagyon szeret tégedet, de titokba. Bocsánatot, elnézést. Neked az jött ki az ölelés, hogy te megtaláltad a párodat, és ez nagyon jó, nagyon szép kártya. Neki pedig az jött ki, hogy a bőség, és ez a nagy szeretet itt van az ajtód előtt, engedd be. Ez jelenti ez a jelzés. Fogok még egy heti jelzés szintén nektek csinálni, vagy készíteni, és örülök, hogyha legközelebb szintén velem tartotok, és iratkozzatok fel a csatornámra, érezzétek jól magatokat, sok szeretettel üdvözöllek benneteket, sziasztok, Valéria!